Egy év szünet után visszatért a Bemiskola csarnokába a Nyírerdő Retro Rádió Kupa öreg fiúk labdarúgó torna. A 35 év fölötti játékosokat felvonultató együttesekben jó néhány nagypályán veretes múltat maga mögött tudó futballista lépett pályára. Hajdú, Borsod és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 17 csapat nevezett a rendezvényre. Bár a játékosok futógyorsasága már kissé megkopott, a labdával továbbra is jó barátságban vannak a kispályás focisták. A kispályás labdarúgás az egy nagyon gyors játék, itt pillanatok alatt kell dönteni, ezért is sajnálom azt, hogy a nagypályás edzők nem igazán engedik a téli időszakba a játékosokat, hogy játszanak a kispályán, hiszen hogyha csak a futszált nézzük, a futszálban nagyon sok olyan játékos, világhírű játékos került ki, majd később nagy csapatokba, akik itt megtanulták a labdarúgás minden fineszét, és ugye parkettművészek voltak, de viszont gyakorlatilag a nagypályán tették le igazán az asztalra azt, ami a labdarúgásnak a legszebb része. A tornán résztvevő játékosok szerint a labdarúgás kortalan sportág, ezt bizonyítja Gráf Mihály is, aki a 6. X-hez közeledve is ott van a pályán. A kispályás bajnokságoknál is azok az öregebb, idézőjelben öregebb emberek, mint én is már, hogy 60 éves vagyok, nagyon-nagyon szeretjük a focit, akik ebben nőttünk föl. Remélem, hogy amíg tudunk mozogni, és még találunk olyan ellenfeleket, akik kiállnak ellenünk, addig itt leszünk a pályán. Az 5. Nyírerdő Retro Rádió Kupát a nyíregyházi Offside All Boys replika csapata nyerte a nagykálói viszokai gumiszerviz és a hajdúböszörményi Tungsram es előtt. A gólkirályi címet az offside-os Kosán István szerezte meg, a legjobb kapusnak pedig Viszokai Lászlót választották meg a szakemberek.